Sziasztok, József vagyok, ez pedig a Mi a Helyzet felétek YouTube csatornám. Igazából évekkel ezelőtt már elkezdtem egy-két videótartalmat gyártani YouTube-ra, mi csináltuk a tolfelvásárlóképet, stb. stb. de így igazából abban maradt ez a csatorna. És ugye most úgy döntöttem, hogy újra kezdem, és pedig itt jövünk is az első műsorral. A koronavírussal kapcsolatban kérdezünk körbe ismerősöket, hogy mi a helyzet felétek. Szó szóval szerint Magyarországon tudjuk, hogy mi a helyzet, de sok fake news hír van a világon, amit olvasunk, és igazából nagyon sok hülyeség és baromság van, de úgy döntöttem, hogy tényleg körbe kérdezem itt az ismerősöket, úgyhogy kezdjük az első adást bencével és Bélával. Kövessetek, mert a mi a helyzet felétek mostantól elindult. Sziasztok, Kalmár Vence vagyok. Baranya megyében Komlón születtem 1987-ben. Egész életemet a focinak szenteltem, és Tesómar Egyetemben a Komlói Kispályás Teremlabdarúgó Torna, a Gabriella Kupa főszervezője vagyok. 2013 óta Felső Ausztriában élek, ahol a munka mellett természetesen továbbra is folytattam focista pályafutásomat. Koronavírus helyzet jelentés? Ugye ez azzal kezdődött, hogy sorra lemondták a sporteseményeket, rendezvényeket, aztán jött a kiárási tilalom is. Mi is ugye a, amikor az első fertőzöttek megjelentek, akkor azonnal abba is hagytuk az edzéseket, és ez most továbbra is így van, és egyelőre semmit sem tudunk még a folytatásról itt az amatőr részlegen. Kiárási tilalommal még a kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a, voltak ugye kivételek, ami miatt el lehetett hagyni az otthonodat. Ugye ilyen volt a munka, amit továbbra is nálunk ugyanúgy űzünk, mint ahogy ez volt a járvány előtt is. Vannak ugye óvintézkedések, felhívták a figyelmünket, hogy többször mossunk kezet, vagy az, hogy próbáljunk meg egy másfél méter távolságot tartani egymástól, de amúgy nagyjából egészéből ugyanúgy folyik minden továbbra is, mint az előtt annyi még, hogy a ilyen kis aranyos ö, szendvicses csomagot, csomagokat kapunk, tehát ingyen és bérmentve azt előkészítik nekünk, hogy még a, ott is minél kevesebb dologgal érintkezzünk. Úgyhogy ennyit tudtak a munkahelyen nekünk. Volt sok minden, amit ö, minden nap szinte változott. Van egy ilyen applikációnk, amit, ö, amin kapunk értesítéseket a cégvezetéstől, ilyesmi naponta változott szinte. Nehéz volt követni, de végül is az lett a döntés, hogy nem zárunk be, ugye, mert az Airbusnak, a Boeingnek ugyanúgy szállítanunk kellett, a szállítmányozóink is az alapanyagokat ugyanúgy hozták nekünk, tehát igazából mi nem tudtunk kiszállni ebből a szállítási vagy termelési láncból, és folytatnunk kellett a munkát. Amit megfigyelhető még jelen pillanatban, az az, hogy a a boltokban, ugye az élelmiszerboltokban mindenképpen most már szájmaszkot, illetve gumikesztyűt kell hordani. Ezt a legtöbb üzletben ezt ott adják a helyszínen ingyen, tehát ezt nem kell nekünk előre felkészülni, erre ezt ott megkapjuk. Visszatérve a munkahelyre, a személyes tapasztalatomat tudom most mondani, ugye az úgynevezett kurcárbaitra álltunk át, ami hát nem tudom, hogy otthon ezt hogyan lehet jellemezni, mi lehet ez az a, mikor munkanélküli vagy, vagy ilyesmi. És ez itt úgy néz ki, hogy ezt 13 hétre jelentették be nekünk, április, vagy március 30-tól június 28-ig, és ez annyiból áll, hogy amikor dolgozunk, és minden rendben van ez alatt a 13 hét alatt, akkor a cég természetesen a bérünket ugyanúgy folyosítja, mint ahogy eddig. És amikor valamilyen okból kifolyólag ugye itthon kell maradnunk, vagy nincs annyi munka, vagy egyéb okokból, akkor az állam a bérünknek a 85%-át állja, és azt fogjuk megkapni. Ezek órára és napra le vannak osztva, tehát ezek, ezeket majd a hozzáértők kiszámolják, amikor a bérszámfejtéseket csinálják. A megszorítások utáni jelenlegi helyzet, az úgy néz ki, hogy a helyzet most már javul. A minap a hírekben lehetett hallani, illetve olvasni is az újságban, hogy több a gyógyult, mint az új fertőzött. Tehát igazából az óvintézkedések azok itt elérték a céljukat. Én úgy vettem észre, hogy ez többé, kevésbé mindenki be is tartotta fegyelmezetten, pánikolásnak semmi nyoma. Tényleg mi is csak akkor ment mozdultunk innen, hogyha boltba kellett menni, úgy vagy ugye a munkába, és ugye el, el, muszáj ugye valamilyen szinten fenntartani magunkat, már mint úgy a testünket és a, az állóképességünket így el szoktunk menni a kedvesemmel biciklizni, illetve futni heti két-három alkalommal. Úgyhogy, úgyhogy minden rendben van, remélem, hogy hamarosan visszaállunk a rendes kerékvágásba. Tegnap meg is, vagy nyilvánosságra is hozták, ugye, hogy, hogy ez most mit jelent ez, hogy javult a helyzet április közepétől ugye kinyitnak már a, a, boltok, butikok, tehát az olyan boltok, mint például a bútoráruházak, vagy, vagy tehát nem, a nem élelmiszerboltok is újra kinyithatnak április közepétől. Gondolom a szokásos ö, óvintézkedések továbbra, meg, továbbra is meg lesznek itt, tehát a maszk, a távolságtartás, ezek ugyanúgy, ugyanúgy ö, fennmaradnak, de az, üzletet ki, az üzletek ki fognak nyitni ugye május 1-től a, a fodrászok és a hasonló szolgáltató egységek is ki fognak nyitni, és május közepétől pedig a, az éttermek és a hotelek is újra elérhetőek lesznek. Az, hogy milyen ö, formában és hogy hogyan, azt nem tudom pontosan, de, de elkinyitnak. Április végéig marad így el egyelőre úgy néz ki továbbra is a kiárási korlátozás, tehát ez azt jelenti, amit mondtam is, hogy ugye munkába elmehetsz kocogni, futni, biciklizni, de azt is csak a saját háztartásodban lévővel, és ezen kívül, hogyha bárkinek esetleg olyan van, hogy segítséget kell nyújtanod, akkor, akkor hagyhatod el elvileg hivatalosan a, a lakásodat. Amit még nyilvánosságra hoztunk, hogy június végéig valószínűleg a rendezvények továbbra sem lesznek megtartva, és hogy a maszkok viselete kötelező lesz a tömegközlekedésben. Hát június végéig tart ez az egész, én nagyon bízom abban, hogy ez hamarosan helyreáll, és újra ugye mindenki. Mindenki tudja azt csinálni, amit a ezelőtt, az állapot előtt csinált, hiszen ugye személyesen nekem is nagyon hiányzik más sport és a foci. Hiányoznak a barátaim, hogy, hogy együtt legyünk, hogy grillezzünk, hogy sörözzünk, úgyhogy én bízom a legjobbakban. Az első dolgom, mi lesz, hogyha minden rendben lesz újra? Hát az biztos, hogy ha a mennyasszonyommal, Zsófival el fogunk menni valahova kirándulni mert ez nagyon hiányzik nekünk, mert mindig, hogyha tehetjük, és van egy kis szabad időnk, akkor megyünk jobbra-balra, és kirándulunk, és ki vagyunk a friss levegőn. Hát természetesen a focit azt nem sorolom ide, mert már alig várom újra, hogy edzések, meccsek legyenek a hétvégén, ezek már életem kezdeti szakaszától fogva az életem része, és ez a pár hetes, egy hónapos, másfél hónapos kihagyás is már hát már érződik rajtam, mert elég nehéz. Nehéz. Hogy mit még? Hát egy két-három napos grillpartit a barátaimmal mindenképpen, rengeteg sörrel és mindennel, ami szemszájnak ingere, mert nagyon hiányzik, tehát különböző Whatsapp csoportokban, messengeren azért tartjuk a kapcsolatot, és próbáljuk fenntartani a jó hangulatot, de hát, hát ez közel se olyan, mint hogyha, itt lennénk és együtt lennénk. Emellett pedig természetesen minden létező foci meccset meg fogok nézni élőben és a tévében, ami létezik. Mert nagyon komoly elvonási tüneteim vannak. A Netflix jó, hogy van, de, de már, már megnéztem mindent, ami létezik. Nagyon érdekes, ott is vannak jó kis foci sorozatok. Sunderlandeset imádtam például a UV sorozatot is megnéztem, minden az English game is teljesen jó volt, a foci iránti szenvedélyemet azt itt tudtam egy picit táplálni, de, de nem az igazi, tehát az élőben lévő mesnézéseket egy sörrel a kezembe az semmi nem pótolhatja, úgyhogy hát ilyen terveim vannak, remélem, hogy máshol is kezd majd javulni a helyzet. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Kolozsvári Béla vagyok, New Yorkban jelentkezem be. Szeretnék így egy a legelején elmondani nektek pár adatot, hogy ö, mi a helyzet itt az Egyesült Államokban és New Yorkban. Hát a mai napon ö, reggel megnéztem az internetet, itt 378.200 fertőzött volt az egész Egyesült Államok területén, és 11.830 ember már meghalt a vírus miatt. New York State-ben, tehát New York államban a mai napon 138.836 fertőzött volt, és 5.489 halott. És ebből, hogyha megnézzük New York City-t, ahol én lakom, itt 72.324 fertőzött van, és 3.485 halott. Tehát ami azt mutatja, hogy ebből a, a, fertőzéseknek a mondjuk a fele itt New York City-ben van, és több mint a fele a halálozási uh, rét, amit itt, uh, itt történt New Yorkban. Amit el szeretnék mondani, hogy hogy, hogy, mi, hogy néz ki itt, hogyha bemész a városba, mit látsz? Hát kórházak tele vannak teljesen, most kaptunk már a múlt héten egy egy hajót, ami 1100 főt tud befogadni, amit az elején azt mondták, hogy csak olyan betegeket fognak fogadni, akik nem koronavírus fertőzöttek. De a mai ma reggel a, a kormányzó bejelentette, hogy ezt megváltoztatják, mert nincs hely már a kórházakba, és ez a hajó is muszáj, hogy befogadja a fertőzötteket. Tehát a kórházak, a, a halottas házak tele vannak. Most már a kórházak, némelyik kórháznak a külső részében hűtőkocsikat, tehát kamionokat állítottak fel, hogy halottasházként működjenek. És tegnapi nap hallottam, illetve hogy a híreket nézem, a tegnapi nap már azt mondták, hogy gondolkodnak azon, hogy valamelyik parkot egy idéglenes temetővé alakítsák át, arra az, az esetre, ha nem tudják a halottakat hova elten, eltenni vagy eltemetni és hogy utána pedig, mikor ez megtörtént, utána fogják fölvenni a kapcsolatot a, a, családtagokkal, hogy ugye aztán exhumálás után a családtagok el tudják nemetni. Mert most az a helyzet, hogy ha valaki bekerül a kórházba, itt ugye a, a mi kormányzónk elmondta, hogy ennek a vírusnak, Hogyha valaki megkapja, és lélegeztetőgépre gépre kell, hogy kerüljön, ha már valaki 15-20 napig van már lélegeztető, akkor már nagyon-nagyon kicsi esélye van arra, hogy, hogy lekerül róla. Tehát itt nagyon nagy a halálozási arány, és az utcán az emberek maszkot hordanak. Most már itt kötelezően New York államban maszkot kell viselni, hogyha kimész az utcára. Ha nincs rajtad maszk, én nem vettem még észre, de viszont ez adva a New Yorki rendőrségnek, az NYPD-nek, hogy megállíthatnak és megbüntethetnek ezért. A parkokat még nem zárták le, a parkokba ki lehet menni, de nem úgy, hogy csapatostól, de ki lehet menni sétálni, ki lehet menni szaladgálni, vagy éppen amit akarsz. A a játszótereket viszont lezárták a, ezen a héten, a hét, nem, a múlt hét végén, mert előtte egy hét türelmédőt adtak az embereknek, hogy ne legyenek a játszótéren, ha, fejezzék be a ko, kosárlabdázást, viszont itt mindenki folyamatos, folytatta a kosárlabdát, a, a focizást, mindent, és így most már a parkok le, le lettek zárva. Ö, én hogy élem meg? Én úgy élem meg ezt az egészet, hogy igazából én március 14-én dolgoztam utoljára, ez egy szombati este volt a bárba, ahol dolgozom bartenderként, és hétfőn 16-án kaptam a hírt, hogy mától lezárták, bezárták az összes vendéglátóhelyet, és most várjuk azt, hogy mi lesz ebből. Hát ugye már én már harmadik hete itthon ülök, volt egy tíz napom, amikor valószínűleg rajtam is átment a vírus, de nem tudtak, nem teszteltek, mert nem volt lázam, csak elvesztettem tíz napra a szaglásom, az ízlelésemet, fájt a hasam öt napig, köhögtem egy picit, de semmi láz nem volt, és az orvosom azt mondta, hogy maradjak itthon, különítsem el magam, ne találkozzak senkivel, de az szokásos, mint általában. Dehát, az állam segítsége, amiről még szeretnék beszélni, itt azért én megkaptam a munkanélküli segélyt azonnal, amikor bezártak azért, négy napig te, e, próbálkoztam az interneten bekerülni az oldalra és megcsinálni a segélyemet. E, aztán sikerült, nem egy nagy pénz, de jó, hogy jön az is, illetve a, a, az állam biztosít mindenkinek, aki hivatalosan él itt. Tehát, social security numberje van, és adót fizet 2018 és 2019-ben már kifizette az adóját, egy 1200 dolláros csekket mindenkinek a jövő héten fogják elkezdeni kipostázni, egy az egyszeri segítség. 1200, forint, 1200 dollár, bocsánat, fejenként a felnőtteknek, és 500 dollár fejenként a gyermekeknek, akinek ugye család van gyerekekkel hogy mik, milyen összeesküvés elméleteket lehet errefele hallani, vagy miket hallottam. Én szeretnék ettől elzárkózni, mert egyáltalán nem szeretem ezeket a, az elméleteket. Hallottam sok mindent, hogy harmadik világháború, stb., hogy ez csak egy fedősztori, és, és hogy ezt úgy robbantották ki, nem, nem szeretnék ezekkel foglalkozni. A véleményemet tudom elmondani arról a... Média tevékenységről és a kommunikációról, amit, amit a tévében, a rádióban hallok. A véleményem az, hogy nagyon bízom benne, hogy a, a média által keltett hangulat és a, az országok kormányai által hozott rendeletek nem lesznek sokkal rosszabb hatással az emberekre, a társadalomra, mint maga a vírus ezt csak remélni tudom, és ezt majd talán akkor fogjuk látni, és az okosok majd akkor fogják levonni a következményeket ebből, amikor már lecseng ez az egész, és meglátjuk, hogy hogyan is állunk. én nem is nem nagyon szoktam ezt, hogy összeesküvés elmélet nézegetni. Persze mindenki mindenről beszél, mindenki kínát hibáztatja, Mindenki Kínát hibáztatja, hogy ők engedték el. És igazából, amit, amit a, a kormányzónak a, a beszédében mindig ő megel, megemlít, minden nap, hogy egyszerűen nem érti azt, hogy hogy most itt van ez a vírus, és minden ország, az egész világ Kínából kell, hogy rendeljen mindent. Az összes lélegeztetőberendezést ott készítik, a maszkokat, a, a gumikesztjüket, mindent mindent Kínában készítenek. Tehát az egész világ, itt, itt Amerikában a gazdaság most teljesen lent van. Esett a tőzs de minden. Az üzletek ugye zárva vannak, minden üzlet zárva van. Talán az éttermek, akiknek vannak kiszállítása, azok még úgy ér nyitva vannak, hogy tudsz rendelni. Kiszállításra, tehát itthonra megrendeled az ételedet és elhozzák, becsengetnek, lerakják a ház előtt, nem is találkozol senkivel, tehát ilyen nagyon-nagyon szakszerűen, hogy éppen senkivel ne legyél kapcsolatban. Kifizeted a borravalót, megadod ö, neki.